Sziasztok, én Eden vagyok, és ebben a videóban szeretném nektek megmutatni, hogyan tudjátok kiválasztani, hogy melyik testrészeteket gyógyítsátok gyors gombok segítségével. Alapvetően érdemes a gyors gombokra tenni a medeket, de ha megnyomod mondjuk az ifakot gyors gombját, akkor automatikusan a legsérültebb testrészedet fogja gyógyítani. Mondjuk a bal lábadat, te meg azt szeretnéd, hogy a mellkasodat gyógyítsa. Először is menjünk a játék beállításaira, és onnan a Control tabra. Görgess le, amíg azt nem látod, hogy slots 4-től 0-ig, ezek lesznek a gyors billentyűid. Ahhoz, hogy ki tud választani, melyik testrészsel foglalkozzon a karaktered, a press type alatt release-re kell állítanod a gombokat. Ez azt fogja eredményezni, hogy amíg nyomva tartod a gombot, nem történik semmi, mikor elengeded a legsérültebb testrészt fogja gyógyítani. Ez azért történt, mert nem választottunk ki egy testrészt sem. Na most nyomod a gyors gombot, és az egér görgőjével kiválasztod a testrészt, felengeded a gombot, és már gyógyítod is azt, amit szeretnél. Természetesen ez nem csak medkitekkel működik, hanem minden más medikeléssel kapcsolatos itemmel, például CMS-sel, sprinttel, stb. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem hasznosnak találtátok, vigyázzatok magatokra tarkóban.